2016. augusztus 20-án 5. alkalommal rendezte meg Kistarcsaváros önkormányzata a Kakasfőző Fesztivált. A jubileumi Kakasfőző Fesztivál az évek alatt multikulturális gasztronómiai rendezvényé nőtte ki magát. Már nem csak a helyi csapatok képviseltetik magukat, hogy lenyűgözzék a zsűrit, és megmutassák, hogyan főzik a kakast, hanem a határon túlról is érkeztek. A gyönyörű napos időben már kora délelőtt sokan gyülekeztek az Ifjúság téren. Az ünnepélyes megnyitón köszöntötte a résztvevőket Vécsei László, országgyűlési képviselő, aki beszédében elmondta, hogy milyen történelmi jelentőséggel bír az államalapítás és az augusztus 20-ai ünnep. Elmondhatjuk, hogy azért vagyunk, azért lehetünk ma itt, mert az elmúlt több mint 1000 évben ez a 30-40 magyar generáció elvégezte a feladatát. Jól szolgálták Magyarország, a független Magyarország ügyét, túlélt a magyar állam. Nekünk, ma élő magyaroknak, ma élő 3-4 generációnak van ezzel dolgunk? Hát szerintem van, hogy ne lenne. A magyar történet ismerve én azt gondolom, hogy nem kétséges a válasz, nem kétséges, hogy a ma élő magyar generációk az elődeinkhez hasonlóan meg fogják védeni a magyar függetlenséget. Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, az Európai Unióban, amelyik tevőlegesen tehet azért, hogy a magyar függetlenség, a független magyar állam fönnmaradjon, tevőlegesen tehet azért, hogy Európának példát mutassunk, és az Európa többi népét is erősítsük abban, hogy küzdeni kell az értékeinkért, a szabadságunkért, függetlenségünkért. Ez a nap október 2-án fog eljönni, én e helyről is, és ez alkalomból is arra biztatok minden kistarcsai polgárt, és mindenkit, aki jelen van ezen az ünnepségen, vagy hallja ennek a hírét, hogy október 2-án, augusztus 20-a szellemében a független Magyarország védelme érdekében menjünk el és szavazzunk nemmel a kötelező betelepítésre. Ezt követően színpadra szólították az öttagú zsűrit. Herczku János, életműdíjas mesterszakácsot, Urbanics Gábort, a Gödöllői Járási Hivatal vezetőjét, ifjabb Juhász Istvánt, Kistarcsaváros alpolgármesterét, Budai Péter mesterszakácsot, Ország Tibort, kistarcsai hentes mészárost, valamint a 20 induló csapat képviselőit. Idén is minden csapat emlékérmet kapott a részvételért, mindemellett mindenkinek nagyon kellett igyekeznie, hogy igazi finomságot készítsen, ugyanis 7 kategóriában 7 győztest, sőt 3 abszolút győztest hirdettek. Kistarcsaváros polgármestere Solymosi Sándor délután 1 órakor megadta a tűzgyújtási engedélyt a 20 főzőcsapat számára. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, főleg azokat, akik már most kijöttek a rendezvényre. Ilyen nagyszámú közönségünk talán a rajtok pillanatában még nem is nagyon volt. Köszönhető ez, gondolom, a nagy létszámú részvevőknek, illetve ennek a kiváló időjárásnak, amely ezt a napot még jobban bearanyozza Szent István ünnepe mellett. Sok sikert kívánok és kedves egészségére mindenkinek. Éljen a magyar nemzet Szent István napján! What you can do anything, and it can hold my blue stitches. What you can knock me down, step in my face, slander my name on all the place. I'll do anything that you wanna do, but don't oh honey lay off my shoes, don't you? Step in my blue stitches. What you can do anything, and it can hold my blue stitches. Színes programok sorát egy fiatal, élőzenét játszó zenekar, a Retroleum kezdte meg, akiknek a retrózene életben tartása nagyon fontos céljuk, így többek között a rock'n'roll királyát Elvis Presleyt is elhozták a kistarcsai közönség legnagyobb örömére. My house, steal
my car. I drink my liquor from my old fruit jar. I do anything that you wanna do, but don't, old honey, lay off my shoes. And don't you step in my blues to tune. Well, you can do anything that it all my blues to tune. Blue, blue, blues to tune. Blue, blue, blues to tune. Miközben a zenei programok megállás nélkül folytatódtak, a főzőverseny résztvevői szorgosan készítették az ételeket. Kopács, ahonnan mi jövünk, ez Horvátországban van, a Baranyai háromszögbe, és az arról híres, hogy a halpaprikást főzik nagyon jól, úgyhogy próbáltunk, úgy kicsit, hogy nem főzhetnénk inkább halat, mert abban vagyunk profik, de mondták, hogy kakast főzünk, úgyhogy most az fog készülni házi galuskával, és nálunk nagyon fontos a paprika, az őrölt paprika, ami szintén kopásol van, és házi, még az öreg nagymamák, ők tisztítják, csumázzák a paprikát, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon finom a paprikánk, és szerintem ettől nagyon finom lesz a kakas paprikás is. Bam-b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 am-
saying soon. She knows just what to do. She runs to the east, she runs to the west. She's a gal I love the best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Wap-bam-bu, bam-bu, wap-bam-bu. Kistölcsáról érkeztünk, mi helyi lakosok vagyunk, és gyakorlatilag negyedszer veszünk részt ezen az eseményen, a Kakasfőző Fesztiválon, és most kétfajta étellel készültünk, az egyik az újházi kakasleves, a másik pedig egy vörösboros kakas, ami gyakorlatilag egy burgonyás lángos körettel fog kerülni tálalásra. Ez a vörösboros kakas az egy különleges étel, mert se vörös hagymát, se paradicsomot, se paprikát nem tartalmaz. Ez a vörösboros kakas, amiben brandy és vörösbor, maximum 2 deciliter víz került bele. Tehát valószínűleg több nem is fog most már menni kukulásig. A retro dallamok után a híressé vált Gyulafi Rátóti rapper Subbase Monster szolgáltatott pörgős ütemeket a főzőverseny nemzetközi és magyar csapatainak, illetve a jelenlévőknek. Szaladj, szaladj, te gyönyörű csoda, fene van, menekülj, mert a nyomodban egy csapat halad, akik már kell. Árkón és Bokró mennek utánad, mert nem tudják, hol is van a gyerünk. Szaladj, szaladj, te gyönyörű csoda, fene van, menekülj, mert a nyomodban egy csapat halad, akik már kell. Árkón és Bokró mennek utánad, mert nem tudják, hol is van a ráharaptak. Olyan, amit szeretnénk csinálni, ami nem készítenek itten Kistarcsán vagy átlagosan Magyarországon, ezért fog lenni most itt egy kakas csorba, biztos nem lesz ezen a placon, és lesz egy nem pörköltet készítünk, már látom mindenki pörköltet készít, legyen változékonyabb, és sőt hiányzik is az egész versenyből, lesz egy gombás, eresztékes, vados ízzel, föleresztett tájföllel egy bizonyos fajta vadas étel, kakasból, amelyet majd puliszkával fogunk tálalni. Úgyhogy ilyen biztos nem lesz. Hoztunk is erdei ízeket, és gondolom, hogy érdekes fog majd lenni, aki majd ízleli ezeket az ételeket. Házi pálinka, pityókás házi kenyeret sütöttünk kimondottan erre a napra, és hádas üteményeket. Persze mindezt székely ruhába fogjuk majd bemutatni. Székely szimbólikum, a zászló, meg minden úgy, hogy autentikus legyen, jó legyen. Legjobban szeretnénk adni, szeretnénk diszíteni ezt a versenyt, sőt, vennük, hogy meg vagyunk híva. A hudarok, hogy is lettek el agyvám, a fedebb üldözőit messzebb is, messzebb csalta. Hegyen völgyön meg dombol, hegyen völgyön meg dombol.
lehet segíteni. Hegyen, völgyön, megdombolkó, hölgyek is, gyerünk! Hegyen, völgyön, megdombolkó, jó! Hegyen, meg völgyön, lejtőn, megdombol. Hát ha már én abban nem fáradtam, ahogy mondom, de a szarvas csak futott, és mivel egyre messzebb jutott, az idemot emlégen bírták ezek a birkák meg a juhok. Nagyon szeretem a tyúkból és a kakasból készült ételeket is, és feleségem rá a tanú, meg a gyerekeim, hogy nagyon szeretünk különleges ételeket főzni. A kakas pedig ez a kategória. Fantasztikusak a csapatok. Itt van a kezemben a csapatoknak a zsűri táblázata. Nem tudok, 9 pontnál rosszabbat nem tudok adni, olyan fantasztikusan főznek. Az eredményhirdetés előtt a 2013-as X-Faktor legsikeresebb fiú együttese a By the Way lépett színpadra a jelenlévők nagy örömére. Mi szól? Milyen az élet? Az a fontos, hogy élek. Pardon, ha rosszat mondok. Csak a fejem, kongod. Yeah, 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 yeah. Először jobbra balra, jó? Yeah, yeah. Magazinunk következő adásában megmutatjuk Önöknek a Kakasfőző Fesztivál további érdekességeit, színpadi fellépőit, és természetesen kiderül, kik lettek a verseny győztesei és abszolút győztesei. Kicsit jobbra, kicsit balra, ennél jobbat itt válsz még. Kislájra, hallod a muzsikát? Csikidamdam, csikidamdam, csikidamdamdara. Nagy lány, az ígéret szép szó, ha betartják, ha betartják, csak úgy jó.